Vadászkutya. Szobakutya. Őrzővédő. Nem pásztorkutya. Nem az. Ebben a videóban kiderítjük, hogy valójában milyen kutya is a Toy Fox Terrier. Sziasztok, jelenlegi és jövőbeli kutyások! Itt vagyunk Holdanf Dóránál, és egy olyan fajtával fogunk megismerkedni, aki azt gondolom, hogy nagyon új itt Magyarországon. Jól mondom, hogy az első alom, aki megjelenik ma az a videóban. Az első alom és az első Toy Foxi. Te hogy kerültél közel ehhez a fajtához? Hát én igazából Jana Brukon keresztül, aki Szentpéterváron lakik, Toy Fox Terrier-eket tenyészt most már több évtizede, és meglepő módon ő szeretett volna tőlem pumit venni, ugyanis én a pumi fajtával foglalkozom 25 éve, és Komáromban egy cacip kiállításon az én általam tenyésztett kutya nyert Best in Show-t, tehát a kiállítás legszebb kutyája lett, ő nagyon megtetszett Janának, utána megkeresett, hogy szeretne tőlem vásárolni egy pumit, de valahogy a sors úgy hozta, hogy én hamarabb vettem tőle meg a Toy Foxit, mint ahogy ő megvette tőlem az első pumiját. Mi jellemzi a fajtát? Mert így nagyon izgalmas. Tehát egyrésztről bent van a nevében a Fox Terrier, ami ugye egy viszonylag aktív kutya, meg benne van a toj, ami meg így a társasági kutya irányába megy. Mi jellemzi ezt a fajtát? Igen, hát igazából ez a kettőség onnan ered, hogy az 1800-as években nagyon népszerű volt a sima szőrű Fox Terrier Amerikába. Ez azért volt, mert rengetegen jártak abban az időben vadászni rókára. Na most előnyben kezdték részesíteni azokat a sima szőrű foxikat, akik kisebb termetűek voltak, hisz nem volt olyan szűk és olyan kicsi rókajuk, amiben ne tudtak volna bemenni, aztán a vadászat után berakták őket a zsákba, fölakasztották a nyereg mellé, és tök jól haza tudták őket vinni. Így indult maga a fajta kialakulása. Az 1900-as években, ugye akkor még nem volt tévé, az emberek szórakozásképpen utazó, szórakoztató emberkéket néztek, akik piacokon, meg vásárokon léptek föl. Ők már megtalálták maguknak a Toy Foxit, mert a Toy Foxi kicsi volt, keveset fogyasztott, ugyanakkor elég okos volt ahhoz, hogy bármi trükköt meg lehetett tanítani, és ez nagyon népszerűvé tette ilyen célú felhasználását is. Aztán igazából a farmon lévő farmerek szintén előnybe részesítették, mert hát napközben megvédte a különböző rágcsálóktól a tanyát, éjszaka meg a tyúkokra vigyázott a róka és egyéb ragadozók ellen. És ugyanakkor már a farmereknek a felesége és gyerekei nyilván kedvesnek, aranyosnak találták magát a kutyát, és bevitték a lakásba, és így úgymond már szobakutyaként is üzemelt, és szerintem ez a kettősség meg is maradt benne, tehát egy nagyon strapabíró, de ugyanakkor nagyon alkalmazkodóképes játékos kutyáról beszélünk, akit a UKC ismert el először Amerikába, az Amerikai Kennel Klub 1936-ban, Magyarországon és itt Európában még az FCI által el nem ismert fajtaként van nyilvántartva, de már kiállításokon indulhat, és azt gondolom, hogy mivel nagyon sok pozitív tulajdonsága van, remélhetőleg hamarosan az elismert fajták között lesz Magyarországon is. Még annyit mondanék magáról a fajtáról, hogy kb. 20-30 centi között van a marmagassága, olyan 2,8 és 3,5 kg között van a mérete. Előírás az, hogy a fején 50%-nál több fehér szín nem lehet, a teste összes többi részén viszont 50%-ot meg kell, hogy haladja a fehér szín, ebből alakulnak ki ezek a különböző mintázatok. Van a trikolor, a háromszínű, van a csokoládé and ten, az ugyanolyan, mint a trikolor, csak világosbarna és sötétebb csokoládé barnából áll, illetőleg van a white and ten, ez a barna fehér, és van a white and black, ez pedig a fekete fehér. Ez a fajta tenyészák, hogy ugye ő egy kicsit fox terrier is, meg kicsit társasági kutya is, bent is volt, meg őrzött is, meg cirkuszban is volt mutatványos kutyaként. Ez hogy jelenik meg a mindennapokban? Hát igazából tulajdonképpen úgy, hogy ő egyrészt egy nagyon aktív kutya, nagyon határozott elképzelései vannak saját magáról. Ő egy
olyan kutya, aki azt gondolja magáról, hogy egy kicsit sem kisebb, mint bármelyik egyéb kutya. Tehát, hogy határozott, ragaszkodó, kedves, ugyanakkor van egy házőrző üzemmódja, és van egy vadászkutya üzemmódja is. Másrészt nagyon alkalmazkodó, tehát hogyha kell, akkor órákon keresztül fekszik a kanapén, tök jól lehet vele tévét nézni, vagy kocsiba együtt utazni, együtt élni. Harmadrészt az aktivitása miatt mindenféle kutyasportra alkalmas, legyen ez frisbee, agility, dog dancing, stb. Lehet vele biciklizni, futni, sőt, imád úszni is. Akár tengerbe, akár Dunába, tehát bármilyen természetes vízbe. Mivel rövid szőre van, nagyon szeret meleg helyeken lenni, ez biztos, mondjuk radiátor közelében, vagy kandalló mellett, és általában aludni is úgy szokott, hogyha van lehetőség, akkor esetleg takaró alá bújni, de képes, ahhoz képest, hogy aktív kutya, mondjuk este 9:30-től, ha a gazda reggel 10-ig alszik, akkor ő tök cuki reggel 10-ig szintén aludni fog. Kinek ajánlanád jó szívvel ezt a fajtát? Hát igazából tulajdonképpen szinte mindenkinek, mert nagyon könnyen kezelhető, nyilván van benne egy kis terrieres konokság, ezt mindenki tudja, akinek van terrierje, hova tenni, de azt gondolom következetes neveléssel ez nem okoz problémát. Nyilván van egy olyan idézőjelbe hátránya, hogy nem lehet télen kint tartani, hisz rövid a szőre, tehát a téli kinttartás biztosan nem bírja, de egy lakásban sűrűn, nem kefével, hanem mondjuk ezzel a furminátorral átkefélve az összes szőr kijön belőle, tehát nem fogja teleszőrözni a lakást. Viszont tényleg azt gondolom, hogy a mai 21. századi ember életében maximálisan beilleszkedik, mert egyrészt kedves, barátságos kutya, képes a kanapén feküdni órákig, másrészt viszont, ha az ember úgy gondolja, hogy aktívan kirándulni, sétálni, vagy bármiféle sportot űzne, akkor ebben is nagyon aktív társra lel. Ki az, akinek azt mondanád, hogy nem biztos, hogy Toy Fox Terrier az ő kutyája? Hát arra, aki nem tud egy kutyát következetesen nevelni, annak biztosan nem, mert azért ezek a kutyák tudnak úgy viselkedni, hogy rossz irányba menjen el. Nyilván nem ajánlom olyannak sem, ahol annyira pici gyerek van, hogy esetleg játéknak kezeli a kutyát. Nem ajánlom annak, aki egy ilyen cuki kis szobakutyát keres, mert ahhoz ő túl aktív. A UKC-nél a mai napig a terrierek és a munkakutyák közé van sorolva. Te hogy látod, hogy mennyi feladat az, hogy őt foglalkoztassuk fizikailag, szellemileg, hogy kiegyensúlyozottan éljen velünk? Én azt gondolom, hogy nem igényel több foglalkozást, mint mondjuk egy átlag kutya. Tehát ő nem egy olyan kőkemény munkakutya, akivel reggeltől estig feladatokat kell végrehajtani ahhoz, hogy kellőképpen nyugodt legyen és együtt élhető. Ő akkor is jól el van, ha éppen aznap vagy két napig esik az eső, és nincs kivívja csak tényleg ilyen egészségügyi sétára, de azért azt gondolom, hogy egy héten háromszor el kell engedni őt a pórázról, de le lehet fárasztani egy labdadobálással, vagy ha csak az ember elengedi, és mondjuk talál egy vakontúrást, akkor imádnivalóan ásni fog. Ha van a közelben valamilyen folyó vagy állóvíz, amiben úszni lehet kutyának, akkor ez is tökéletes, mert bedobja az ember 15-ször a botot, és akkor kimozogja magát. Ha esetleg megvan még egy kutya, vagy valahol találkoznak olyan kutyával, ugye, akivel együtt tud játszani, akkor tökéletesen jól kirohangálják egymást. Mi a helyzet az ugatású? Ugye nagyon sokan gondolkoznak kisméretű kutyában, amikor mondjuk emeletes házba költöznének vele. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ezt tudjuk-e kezelni, milyen mértékű mondjuk egy Toy Fox Terrier? Nem jellemző, abszolút nem. Tehát annyi, hogy ha idegen zajokat hall, vagy idegen ember jön, nyilván ugatni fog, de ez inkább azt mondanám, hogy vakkant 2-3-at, de ahogy rászól, az ember rögtön abba hagyja, tehát nem, abszolút nem jellemző, nem ugatós fajta. Vannak a fajtának tipikus betegségei, amire kell figyelnünk, hogy lehet ezt mondjuk minimalizálni? Hát nyilván úgy, hogy olyan helyről vásárolunk kutyát, ahol a szülők szűrve vannak. Ez az egyik, a patella ficam. A patella ficam az igazából röggennel kimutatható. Van a PLL, ez a szemluxáció, a szemlencse ficam. Ez egy öröklött betegség, ez genetikailag szűrhető.
és ezen kívül van még egy pajzsmirigy hormon termelési probléma, ami szintén jellemző tud lenni. Ez szintén genetikai szűréssel lehet kiküszöbölni, és van egy gerincvelő probléma, ahol ott a gerincvelő idegek degenerációja jellemző, és szintén erre is lehet szűrni. Köszönjük, hogy 2 órát játszottunk a kis foxikkal, és ha érdekelnek még további kutyás videók, akkor nézd meg ezeket!